Mindenkit sok szeretettel köszöntök. Mai alkalommal a téglalap parancssal ismerkedünk meg, valamint megnézzük, hogy hogyan lehet hossz értékegységet megadni, azaz szabályozni, hogy milyen méreteket vegyenek föl a geometriai elemek. Először is válasszuk ki a téglalap parancs eszközt, ami a ceruza alatt látható, vagyis a Rectangle Tool-t. Klikkeljünk rá. Ezután adjuk meg a téglalapunk első sarokpontját, klikkeljünk bárhova a modelltérbe, majd óvatosan mozgassuk el a mutatót. Lesz egy olyan helyzet, amikor átlóba megjelenik egy szaggatott vonal. Persze ügyeseknek kell lennünk, hiszen ha az arányok nem megfelelők, akkor nem jelenik meg. Látható, hogy a szaggatott vonal az aranymetszés helyzetét mutatja, azaz ebben a pillanatban a téglalap oldalainak az aránya pont az aranymetszés szabályát követi. Ha tovább mozgatom most a sarokpontot, és elég ügyes vagyok, akkor újra meg fog jelenni ez a átlóban megjelenő szaggatott vonal. Ebben az esetben azt mutatja, hogy a téglalapom nem más, mint egy négyzet. Ha elmozdítom innen a mutatók, akkor egy tetszőleges helyzetű téglalapot tudok rajzolni. A jobb alsó sarokban azt is megfigyelhetjük, hogy ahogyan mozgatom a sarokpontot, úgy változik a dimenziója a téglalapomnak, azaz az X és Y tengely mentén a nagysága. Jó lenne, ha mi meg tudnánk mondani a SketchUp-nak, hogy mekkora oldalakkal rajzolja meg ezt a téglalapot a számunkra. Mielőtt ezt megtennénk, még arra figyeljünk oda, hogy milyen mértékegységet ír ki a SketchUp. Mivel egy olyan templétet választottunk ki, aminek az alapegysége a méter, nem meglepetés, hogy az alapegység ebben az esetben a méter lesz. Most írjuk be azt, hogy 3,5 méter széles legyen az egyik oldal, pontos vesszővel válasszuk el a koordinátákat, utána pedig írjuk be, hogy 5,6. Majd egy Enter. És már is elkészítettünk egy téglalapot, amelynek a méreteit mi határoztuk meg. Természetesen ez a koordináta bevitel a vonal rajzelem esetében is működik, válasszuk ki, klikkeljünk, látszik, hogy a vonalunk, azaz az élünk iránya a zöld tengellyel lesz párhuzamos, 6,02 méter hosszú. Én most beírom, hogy legyen 6 egység hosszú, Enter, most beállítok egy másik irányt, a vörös tengellyel párhuzamosan szerkeztek, legyen 10 egység hosszú, majd elmozdítom az egeret, túlhúzom az egyik irányba, meghúzom a másik vonalat, látszik, hogy ugye a vörös tengely párhuzamos, elkészült a téglalapom, és ugye itt egyből föl is darabolta ezt az élt a SketchUp, két különálló élre, a felesleget letöldöm. Most tehát bemutattam egy nagyon egyszerű szerkesztési lépést a SketchUp-on belül, és mind a két módszerrel, mind a ceruzával, mind a Rectangle Tool-lal tulajdonképpen egy téglalapot hoztunk létre. Természetesen az, hogy mi az alapmértékegység, az beállítható utólag is. Menjünk a Window, Model Info menüpontra. Itt válasszuk ki a Units menüpontot, és itt lehet megadni mind a szögnek, mind pedig ugye a hosszúság egységeknek az alapmértékegységét. Mi nálunk most méter volt, de átrakhatnánk akár centiméterre is, akkor ugye centiben értelmezné az értékeket a SketchUp, ha nem írjuk mögé a mértékegységet. Nézzük meg, hogy hogyan is működik. Újra a téglalap parancs, belemegyünk, azt mondom, 10, pontos vessző 10. Ugye azt hinnénk, hogy ez méter, mert nem írtuk mögé, pedig most ugye centiméternek értelmezi az értékeket, az arányok szépen látszódnak. De megtehetem azt, hogy azt írom, hogy 10 méter, pontos vessző 10 méter, és már is egy 10 méteres téglalapot rajzoltunk. De azt is meg lehet tenni,
hogy 1 méter 10. Ugye akkor az egyik oldala 10 méter lesz, a másik pedig ugye 10 centiméter. Ezt meg is lehet nézni a később ismertetése kerülő measure tape-el. Az egyik oldala 100 cm, azaz 1 méter, a másik oldala pedig 10 cm lesz. Jó. A téglalap parancshoz még tartozik egy kiegészítő parancs, vagy eszköz, mégpedig a rotated rectangle, azaz amikor nem egy alapsíkra rajzoljuk meg a téglalapunkat, hanem egyből el is forgatjuk valamilyen irányba. Válasszuk ki, először is megjelenik a szögmérőnk, ugye most a kék színű a szögmérőnk, megadjuk a nulla vonalat, amihez képest mérjük a szögeket, és ezután már be lehet állítani a szögértéket, figyeljük meg, hogy snappeli a szögmérő osztásaira a téglalap élét, 15 fokonként tudunk egyébként lépni, és ha a megfelelő értéket fölvette, akkor klikkelünk még egyet, és elkészült az elforgatott téglalap. Ezekkel a parancsokkal természetesen fogunk még később foglalkozni, egyelőre legyen ennyi elég.